Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három országgal határos térség, ezért több határmenti együttműködési programban is érintett volt az elmúlt években, és nem lesz ez másképp a következőkben sem. Ezért fontos tisztában lenni a következő 7 éves ciklus pénzügyi kereteivel és lehetőségeivel. Bár a határon átnyúló programok támogatása valószínűleg csökken, így is jut forrásfejlesztésekre. Az egyik legnagyobb magyar-román projekt szerződését pénteken írták alá. Ez egy 13,5 millió eurós program, ami határ mindkét oldalán műemlékes felújításokat, turisztikai fejlesztéseket tartalmaz. Van egy ENISZ program, ami a Tisza ETT kedvezményezettjé pozíciójában valósul meg. Többször beszéltünk erről, de mindig el kell mondanunk a hulladékgazdálkodás szélzó program. Jánosiban, Beregszász mellett építenénk egy lerakót, Kisvárdán egy száraz biogázüzemet, és hát a Kölcsey TV-nek a programja is ENISZ program, amelynek keretében remélhetőleg egy új épülettel gazdagodik a Kölcsey TV és a megye is. Az elmúlt években számos projektmenedzsere volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Ilyen például a középkori templomok útja projekt, de sok Mária Pulcsi fejlesztés is uniós forrásból a megyei közgyűlés segítségével valósult meg. A fejlesztéseknek azonban még nincs vége. A határ átkelők, azt gondolom, ez a legfontosabb még mindig, különösen Ukrajna felé a határ átjárhatóságának könnyebb megközelíthetőségének a minősége, ezt emelném ki a lehetőségek vagy az igények közül. Fontos, szintén Európai Uniós projekt a 147 millió forintos klímaakcióterv. Ezt is a megyei önkormányzat készíti el a települések számára, hogy az önkormányzatok a jövőben újabb EU-s forrásokhoz juthassanak.